érdekes téma van ma, ugye, a fekete lyukakkal kapcsolatban. De még itten a tanár úr jött reklamálni nekem, hogy de még a súllyal és a tömeggel még kapcsolatban még bizonyos hiányosságok vannak. Igen, de nem vette észre, hogy én miket mondtam el, de azért majd minden esetre még egyszer elmondom. A repetitio est mater studiorum. Az ismétlés a tudásnak az anyja, ugye? Tehát az van, hogy mi is az anyag, ugye ott kezdődött, mert még az anyagba olyan mélyen nem mentünk bele, de az anyag keletkezése az roppant fontos, és a tömeg megértéséhez nagyon kell, hogy eleve honnan keletkeznek a léthullámok, a gravitációs hullámok. A tudomány ott táncol a tudás szélén, de csak táncol, tehát nem tudja. Látszik a publikációkból, látszik a nyilatkozatokból, sőt, a tudományos, nagyon tudományosnak látszó nyilatkozatokban és tudományosnak látszó filmekben is, ismeretterjesztő filmekben is, legalább 500-szor hallottam már azt, hogy a hold sötét oldala, meg ilyen marhaságokat. Na most a holdnak nincsen sötét oldala, mert forog a tenger körül, és süt a nap, és ezért aztán hol itt világítja meg a nap, hol ott. Tehát ez az egész ilyen elképzelés a fejekben látszik, hogy nem gondolta végig, nem is érti, 3D-ben nem is tud gondolkodni, tehát a térbeli látása az a nullával konvergál. Látszik. Ebből látszik. Tehát a gömböt nem tudja elképzelni. Ezért van síkföld, sík minden. Mi is mondjuk, hogy napkorong, holdtányér. Ugye hallottál ilyen marhaságokat már? A gömböket nem tudja elképzelni. Egyszerűen nem. Sík ember, agyilag, mondjuk is, hogy sík agyú, de nem gúnyolódásból mondjuk, hanem tudjuk a tutit, csak ő már nem érti azt sem, amit mondasz. Mert a térbeli látása az, mondom, a nullához közelít. És nem érti, hiába mondod neki, hogy gömb, kimondod azt, hogy de hát a gömb, milyen gömb, mi az a gömb, szóval nem látja agyilag, a kockát nem látja agyilag. Nem hiszed el, hogy nem látja. Az oktaéder totálisan keveri a kockával. Mert ugye a kockának négyzet alakú oldalai vannak, az oktaédernek meg háromszög alakú oldala, egyenlő oldalú háromszög az oldala. Na, ez sem érti. Össze-vissza keveri kutyúja. Láttam könyvekben, ezoterikus könyvekben, mindenfelé láttam. Azt mondja, hogy hát én nekem nincs igazán térlátásom, de a feleségem, annak aztán nagyon jó térlátása van, az kiderül, hogy nem, mert a feleségének is teljesen ugyanolyan síkagya van, mint neki. Azért választok. Tehát nem lehet ezzel mit kezdeni. Mi a tömeg? Itt mutattuk a kockát, az oktaédert, ez a kettő itt együtt is ábrázolva van a jobb oldali képen, a szén, hogy az oktaéder úgy tudod egyszerűen megszerkeszteni, hogy egy kockának az átlóit megszerkeszted, oldalapjának az átlóit megszerkeszted, és akkor azoknak a meccéspontját összekötöd, akkor kapsz egy oktaédert. A piramis az oktaéder. Mert még sokan a piramist is háromszöglet tetraédernek gondolják agyilag. Tehát háromszögletű, mert háromszögletű az oldala, akkor az mindenhol háromszögletű, nem. Mert a piramis olyan, mint a középső B ábrán, amit látsz, hiszen a piramis az lefele is egy piramis. Na ezt se tudja a híres nagy tudomány, hogy lefele is egy piramis. Bár járatok vannak baromi mélyen, ugye, 100 méter mélyen, metró, gondolj bele, 50 méter, érted? És akkor a 50 méter mély járat ott van benne a piramisban. De mi a fenének? Miért kell 100 vagy 80 méter mélyre elásni a fáraónak a csontjait? Nem találtak soha semmilyen fáraót a piramisokban, de nagyon erőltetik, nagyon mondják, nagyon harcolnak. Hát ott van a fáraók, hol vannak eltemetve, a királyok völgyében. Na ez is rosszul van elnevezve, mert ezek nem királyok, hanem akkor legyenek, akkor azok fáraók. De a királyt jobban érti mindenki, hát akkor legyen ez királyok völgye. Ha ez a nagyon tudományos, akkor én ilyen tudományos nem akarok lenni. Ennyire tudományos nem akarok lenni. Ő maradjon meg a tudományába, azt jó napot kívánok. Vedd észre,
hogy az összes filmeim az interneten úgy kezdődnek, hogy ezek a filmek nem tükrözik a tudomány mai állását. Mert itt minden a holnapról és a távolról szól, ez a mottunk. De miért? Hát, hiába próbál engemet meghúzgálni azzal, hogy én tudománytalan dolgot terjesztek. Ő megtudományosod, persze, hogyne, nagyon. Nem tudja, mi az anyag, mi a tény, az energia, a téridő, az élet. Hát az Egeri György barátom is éppen mondogatott, hogy hát éppen ezeket a lényeges dolgokat nem tudja. De ő a nagyon tudományos, és akkor feszít, és osztja a díjakat egymásnak. Meg. Hát jó van, gyerekek. Ez kevés, mint a vackó sajtban a brúmogás. Tehát visszatérve, ugye tisztázni kéne, hogy miből ered a tömeg vagy a súly. Ugye súly az ott van, ahol van gravitáció, de gravitáció mindenhol van. Innen idáig eljut a fekete lyukaknak a hullámtere? Bizony eljut, ha beír, van interneted? Akkor menjél, beírod a keresőbe, hogy black hole, és van ilyen táblázat, pontosan tudják, hogy merre vannak a fekete lyukak. Ha viszont igen, akkor minket hűítenek. Nem kicsit. Mert lehet, hogy tudják azokat, amiket én most reklamáltam, csak nem tanítják meg neked. Neked nem kell azt tudnia. Jó, neked az, amit tanítottak 100 éve, bemagolod, és akkor bólogatsz, és minden rendben lesz. Hát nem. Hát nem, mert mindig vannak lázadó kutatók, és ezek megpróbálnak valahogy kitörni ebből az aranyketrezből, és elmondani az embereknek a tudást, mert kiderül, hogy éppen abból erednek a bajok a Földön, hogy rengeteg a hülye. Akiket nem tanult, írástudatlan, idióta, hülye gyerek, kötelező iskola van, aztán közben 5. gyerek nem tud írni, olvasni. Hát akkor hogy ment át a vizsgákon? Ezzel kis baj van. Nem azért, de kicsi baj van vele. Hát hogy ment át a vizsgákon, hogyha képtelen leírni egy mondatot hiba nélkül? Sőt, egyáltalán írni sem tud. Mindig valahogy kicsúszamlott a dolgok között, és eljutott az 5., 6., sőt, ugye eljutott az egyetemig. Aztán közben kiderül, hogy nem mosolygással nem lehet helyes írni. Nagyon szépek a lányok vagy a fiúk, nagyon aranyosak, tündérek, de hiába mosolyog nagyon aranyosan, ha képtelen leírni rendesen még a saját nevét is. Azzal most mit kezdjünk? És ezek egyetemi hallgatók. Láttam ilyen, hogy hibásan írta le a saját nevét. Hú. Úgyhogy ezekkel kis probléma van. Tehát itt van a fekete lyukaknak. Van ilyen táblázat, nem a fekete lyukakról előadás kell nekünk, hanem az a táblázat, ahol van egy ilyen táblázat, ahol elmondják az összes fekete lyukat, hogy merre van az égen. Tehát a koordinátarendszerét, a koordinátarendszerben, az égi koordinátarendszerben elmondják, hogy hol vannak a fekete lyukak. És ezek a fekete lyukak, ezek nagyon nagy tömegű összeroskadt csillagok. Lényegében olyan, mint egy atommag, és innen látszik, hogy én ezt elmondtam, ugye, hogy mondtam azt is, hogy a fekete lyuk lényegében egy hidrogénatom is lehet akár, amiben egy proton van, és milliárd neutron, az már egy hidrogénatom izotóp. Ilyen hülyéskedésből mondtam el, ugye, de elmondtam, hogy ha egy proton van benne, meg egy elektron, akkor az már atomnak mondható. A neutron nem mondható atomnak, pedig ugyanaz. A neutron meg a hidrogénatom az teljesen ugyanaz, csak bent vagyok, kint vagyok. Tehát bent van az elektron, akkor neutron, ha kint van az elektron, látszólag, azt is hozzáteszem, akkor már hidrogénatom. Tehát az anyag ezekből épül föl. Neutronokból, protonokból, meg elektronokból. A protonok meg az elektronok az egy neutron együtt. De mitől van a tömege? Megtaláltad a táblázatot? Van egy ilyen táblázatként, legalábbis én találtam ilyet, ilyen PDF-et kell keresni, és akkor megtalálod. Egy táblázat, amiben
az összes fekete lyuk, amit már felfedeztek, ott van. Ugye ott a tömegről van szó, hatalmas nagy tömegről, de mi kelti a tömeg látszatát? Hát az, hogy a fekete lyukban ugyanúgy vannak neutronok, mert abból áll az egész szinte. Először a fekete lyuk első állapota, mielőtt még ugye egészen fekete lyukká válna, először egy neutron csillag formáját ölti, ami még fényt ad, de már olyan vacak fényt, és aztán az is becsukódik, azt viszlát. Mert már olyan nagy lesz a tömege, hogy milliárd vagy millió csillag tömege van benne egy helyen. Ez belefér a mai fizikába, de a fizikába nem fér bele, csak a mai fizikába, a ma elképzelt fizikába fér bele. Tudni, mik az anyag nem lehet akár mekkora tömeg halmaz. Tehát nem lehet. Az elképzelés, hogy hát a fekete lyukakban őrült millió csillagok is. Jó, de mondom, figyelj ide, tudod, hogy működik egy neutron belülről? Tehát, hogy ez egy bonyolult örvényrendszert jár el belülről, úgy keletkezik egy neutron. És ahogy keletkezik őrült nagy katyfasz kavargásban, kanyarodnak benne a tahionok, a tűzelemek, a tahionok, kavarognak benne, akkor ez már világossá teszi azt, hogy a kanyarodó tahionok már téridő jellegű hullámvilágot szülnek. Görbölt hullámvilágot szülnek. A fénykvantumban mi van? Hát mondjuk 7 darab tahion van benne, a 8. az sosem tud kialakulni, és az körbe-körbe másolódik. De miután körbe-körbe másolódik, ugye beszéltünk róla a csigaház alakú kiáradásról, arról beszéltünk már a tegnap például. Ugye, hogy gömbszerű, hát a gömbhöz nagyon közelít. Olyannyira közelít, hogy egy mikronnál is közelebb van már a gömbhöz. Nem gömb, de már majdnem. Tehát olyan csigaház, ami nagyon-nagyon vékony rétegekből áll. Úgy el tudta elképzelni. És ez a nagyon-nagyon vékony réteg, ez nem gömb, de már majdnem. Nyugodtan mondhatjuk gömbnek, mert az, hogy 100 millió fényév távolságból már baromira nem számít az a mikrométer, vagy a mikronnyi távolság. Nem milliméter, hanem még annak is a töredéke. Az azt jelenti, hogy milliomod méter, mit számít az már. De azt tudni kell róla, hogy az nem gömb, hanem csak majdnem gömb. És azért mondogatom ezt el, mert az, hogy ő spirálgömb, vagy kuptoroid, vagy minek nevezzem, az egyúttal egy tangenciális komponenst is rejt, az azt jelenti, hogy ugye egy csigaház az olyan, mint egy turbinalapács. Tehát még nem csak, hogy kifelé sodor, hanem forgat is. Ez a lényeg, hogy a forgás is benne van, és a forgás nagyon fontos benne, mert aztán a forgás mennyiséget honnan a fenéből fogjuk venni. Az egész világegyetem forgás mennyiségét nagyon elsomákolták, pedig nagyon lényeges, hogy az egész világegyetemnek honnan van a forgás mennyisége, ráadásul még az ellenkező is. Tehát még annál is bonyolultam, mert amikor az antianyagot is elkezdjük elmondani, na az halál. Ugye, mert az anyagot se tudja, ha elmondom az anyagot, akkor nem érti, mert az antianyagot nem érti, meg az antianyagot se érti, és akkor belekeveredik, és akkor elkezd mindenfelé menekülési útvonalakat keresni, pedig nekem van igazam. Ennyi a történet, hogy ez nagyon egyszerű dolog, hogy van neki egy sodrási, egy ilyen tangenciális komponense, vagyis hogy forgat is. Hol jelenik ez meg? Nagyon látványosan. A galaxisokban. Ugye a galaxisok spirál galaxisok. Hát persze, mert hogy ez a forgató komponens ott jelenik meg, de megjelenik az elektronoknál, megjelenik a bolygók keringésébe, megjelenik a galaxisok forgásába, megjelenik a metagalaxis forgásába. Tehát még a galaxison túl van egy galaxisokból álló hatalmas, óriás galaxis, és az a nagy, hatalmas, óriás galaxis, az a metagalaxis. Az már akkora bazi nagy, hogy el sem lehet mondani. Mert az összes galaxis abba kering.
De mi keringeti? Valahogy elfelejtették nekem elmondani, mondtak mindenfélét, de a lényeget azt kihagyták, mert nem tudja, hogy milyen a kiáradás természete. Ugye az anyag kiáradásának a természete az olyan, hogy forgat is. Mert a gravitációs hullámok azok úgy keletkeznek, hogy az összes eleme egy anyagi részecskének, tehát protonnak, elektronnak, neutronnak, bárminek, de az összes még további 100 anyagi részecskének, amiről beszélnek, abszolút ott van világosan, nyilvánvalóan, hogy van benne egy tangenciális komponens is. De nem magyarázták el nekem, hogy honnan van. Hát azért jó lenne, ha elmondanád nekem, hogy honnan van. Ha tudományos kutató munkatárs vagy itt ülsz, és hát mondd el nekem, mert én azt nagyon szeretném hallani. Hát nem mondják el. Mert magát a tömeget sem értik, ugye? Miből ered a tömeg? Hát abból ered, ugye, hogy a kiáradások, amellett, hogy sodornak meg, sugárirányba távoznak tőled, de miért távoznak? Mert az lényeges, a nagyon lényeges eleme a világegyetemnek, hogy időből áll, de az idő dinamikus, nem statikus. És akkor a vallásokkal ez hogy függ össze? Mert összefügg. Hogy függ össze? Hogy kezdődik a Bibliában a János könyve? Kezdetben van az ige először Isten van, a később minden, ami lett az igéből lett. Ez kozmológiám a javából, nagyon jó kozmológia, csak senki nem érti. Szépelegnek, mellé beszélnek, a vallásosok is. A papság is mellé beszél, nem érti. Pedig a János még a régi tudásból hozta magával ezt a tudást, meg Jézus is tanította, ugye, aki hát tudta ezt az időszerkezet tant, tudta a teremtés tant, nem csak úgy valamiket mellé beszélt, hanem ő pontosan tudta, hogy ő milyen, hogy működik, mindent tudott. Na, ezt aztán sehogy nem értik, hogy most akkor ember vagy, vagy mi a csoda. Ugye, mindig azt mondják rá, hogy transzcendens. Mit jelent az? Hogy? Mit? Megfoghatatlan, mint a rádióhullám. Tehát a fiú az transzcendens, az atya nem. Pontosabban van az atyának egy pici kis pontja, azaz, ami a világegyetem lényegét képviseli, az maga az Isten, az a kis pont. Sehogy se értik, hát Isten, hogy lenne már egy pont, az egy bácsi, az nagy szakállú télapóhoz. Jó, mondom, akkor szedd össze magad, komám, mert hogyha megtalálod az összefüggést a kettő között, akkor vége az összes dumádnak. Vége az a materialistának is vége van, meg a vallásosnak is vége van. Mert hogy jól van leírva, de miért beszélsz mellé, miért kezdtél el össze-vissza adoválni? Vett pontosan. A vallásos ugye csak a szép dolgokat akarja az Istenből eredeztetni, az összes rossz dolgot az ördögből. Ugye vedd észre, hogy az mind ördög. Olyannyira, hogy a pszichológusunk, aki évtizedeken át volt a pszichológusunk, vartam egy sárkányt, amit talán már a filmjeimben láttatok, vartam egy sárkányt, egy rongyból egy sárkányt vartam, és a rongysárkányom az... mit van neked? Hoztál vizet? Jaj, de drágasom. Tehát a rongysárkányomat meglátta, kiverte a víz láthatóan, és azt mondta, hogy te szerződtél az ördöggel. Mondom, milyen ördöggel? Hossz? Milyen bolondságokat beszélsz? És elmenekült. Már visszajött azóta, szóval meggondolta magát, már visszajött volna, de rájött arra, hogy szó nincs ilyesmi, ez egy rongysárkány, amit én azért vartam, mert a hun kisebbség dekorációját csináltam, tudod, a hun kisebbségnek kellett valami olyan dekoráció, ami a nyugati hülye gyerekeknek, az ilyen újságíróknak az érdekes. Például jött oda hozzám holland újságíró, és megkeresztelkedett nálunk. Igen. És Attila akart lenni mindenáron. Mondom, jó, legyél Attila. Holland újságíró is jött oda, meg mások is. Tehát, hogy jó van, újságíró kollégák, mert én hát vagy 25 évig újságot írtam, cikkeket, talán az UFO magazinból olvastátok a cikkeimet, meg máshol is írtam, esélyadók, meg mit tudom, más újságokban. Hát ilyen, minden tévében szerepeltem már,
a nagy tévékben is, sőt a BBC, meg a Reuters, meg ezeknél is szerepeltem. Igen. És az volt a lényeg, hogy visszatérve a gondolatra, hogy megmutassam a lényeget. Tehát, hogy honnan, miből keletkezik maga a tömegvonzás? Mert arról nem beszélnek, hogy fogok egy ilyen valami műanyag darabot, azt leesik. De az nem mágnes, nem vas, nem mágnes, nincs mágneses tér. Nem érzem a mágneses teret, ahogy emelgetem, de ha elengedem, akkor súlya van neki, vagyis hogy leesik. Aha, na de hogy lehetne neki súlya? Miből áll az ő súlya? Az atomoknak tömege van a keletkezés okán, de az bárhol van. Tehát ha meggondolod, akkor ha kiviszed a világűrbe a galaxison kívülre, tömege akkor is van. Hogyha Holdon járkálok, és van rajtam egy ilyen háti nagy hátizsák, ami a levegőt gyártja nekem, és a hátizsákom, mit tudom én, 60 kiló, de a Holdon az mennyi? 10 kiló. Az semmi, gyerekek. Hát azt egy férfi ember röhögve, de még egy lány is röhögve elbírja a hátán egy 10 kilós súlyt, és akkor, áhá, igen, de hogyha megbotlok, és hasra esek, akkor nem a súlya fog érvényesülni, hanem a tömege. Tudni, begyorsítom azt a 10 kilónak érezhető tömeget, a Holdon csak 10 kiló. Kiló pont. Vagy Newton, vagy mit tudom, mibe fejezem ki, már annyi mértékegységbe ki lehet fejezni, hogy el sem lehet mondani, csak éppen nem mondták el, hogy mi az, miért van, hogy működik, hogy csinálja a világegyetem. Tehát az anyagi részecskék, amiből minden anyag fölépül, ja, csak nem mondtam be a mondat végét, tehát, hogyha hasra esek a Holdon, akkor úgy hátba vág engem az a nagy bazi nagy tömeg, mert begyorsítom, ahogy esek, amikor a tömeg begyorsul, akkor ugyanúgy nehéz megállítani. Ha lassan mozdulok meg, akkor nincs probléma, de hogyha hirtelen hasra esek és egy gyors mozdulatot teszek, akkor az a tömeg beindul, és az úgy nyom engem le a földre, mint ha a földön estem volna pofára. Ez az érdekes. De hogyha fölugrok a levegőbe, mi történt levegőbe? Milyen levegőbe? Holdon nincs levegő. Tehát fölugrok a Holdról, sokkal magasabbra föl tudok menni, 6-szor olyan magasra. Tehát ha itt ilyen öreg vagy, és 20 centis tudsz a levegőbe ugrani, hát ott 1 méter fölött föl fogsz menni, és akkor utána, és mekkorát esel, mikor leérsz? Pont ugyanakkor át fogsz esni, mint a Földön ugrottál volna föl. Csak sokkal magasabbra mész föl, és aztán a visszaesésnél fölgyorsulsz, mert magasabbról kezded a gyorsulást is. És akkor fölgyorsulsz, és oda csapodsz a Holdhoz, hogyha nem figyelsz. Tehát egyébként az űrrohar rohadt nehéz, már önmagában is nagyon nehéz, ez a nagy hátizsák is nehéz benne. Igen, igen, hát az ilyen. És a súlyra visszatérve, meg a tömegre, arról kezdtünk beszélni, hogy körbe-körbe mennek az elektronok. A körbe-körbe menő elektronok görbült teret keltenek. Nem görbítik el a teret, ez ma a tudományban egy tökéletes nagy marhaság, hogy elgörbül a tér. Na, akkor mondd el nekem, milyen a tér? Mert akkor görbe teret kellene neked rajzolni. De nem rajzol görbe teret, egy koordinátorrendszert rajzol. Megkérdezem, hogy jó, rajzold le a téridőt. Lerajzol egy koordinátorrendszert. Mondom, ez még csak a tér. Az időt nem is teszi hozzá. De mindig téridőről beszél, de aztán nem rajt teszi hozzá, hogy de gyerekek, hát ne hülyeskedjünk már. Nem, az időt nem teszi hozzá. Én ezt már mikor? 1980 környékén kezdtem el ezt a dolgot feszegetni, mert hogy láttam, hogy ez a téridő, amit itt tanítanak, meg mondanak, meg erőltetnek, ez nem jó, hát jobbat kéne csinálni. És akkor elkezdtem rajta gondolkodni, hát eltelt egy ideig, ha 84 Mikuláskor tudtam a téridőt először lerajzolni. Egy ilyen 85-ös naptár hátuljára rajzoltam le a téridőt, és a 85-ös naptárnak a hátulján már jól rajzoltam le a téridőt.
egy spirál gömbös téridőt rajzoltam le, amiben időforrások körbe mennek, más, megjelennek egymás után sorban, minden stimmelt már a téridőnél, tehát már az jó volt. Van téridőábránk, föltehetnénk. Ezen van a ablakban, biztos benne van. Na, majd megtalálod. És az a lényeg, hogy egy spirál gömb alakú téridőt rajzoltam ott le, amiben már eleve 6 forrás hely van. Tehát azt rajzoltam le. Semmi köze nincsen ahhoz a téridőhöz, amit ma a fizika annyira erőltet, tehát a negyedik dimenziót már nem tudja definiálni. Nem tudja, ott helybe topizik, már 100 éve ott topizik helybe, még az Einstein mikor? Hát 900-as évek elején kezdett el publikálni, és hát most nem a 900-as években vagyunk, hanem most már a 2100. évet éljük, de bocsánat, vagy 2000-es éveket éljük, tehát, de az is 24 év. Ugye már eltelt 100 év azóta, mióta az Einstein publikált, azt még mindig helybe, ott a téridő, ez az. Na, hát nézd meg, hogy rajzol, így rajzoltam le. Ez azért ilyen szögbelövős kinézésű, amely ilyen kis csúnya bontású az az ív, látod? Tehát azért, mert ezt még a Commodore-nak a nyomtatója programjával rajzoltam, a Geosban. A Geos az egy ilyen, hát egy ilyen elég haladó Commodore-os program volt, amiben nagyon jól lehetett ilyen térbeli programokat, meg egyebeket csinálni már. A Commodore az nagyon nagy dolog volt, az első személyi számítógép, ami igazán személyi volt. Nagyon drága volt, egy Trabant ára volt egy ilyen. Hát 40 ezer forint volt egy Winchester, 42 ezer, ugyancsak 34-35 ezer volt a gép, a Magnó 8 ezer, ha Magnót is vettél hozzá, a nyomtató megint. Szóval egy ilyen rendszert, ha megvettél, hát az bizony erősen a 150 ezer körül mozgott. Tehát nagyon drága volt. Ez szoroz meg százzal, mert hogy most az infláció azóta százszoros. Amikor megismertem a feleségemet, még pénz volt a 200 vagy 2000 forint, az még pénz volt. Beváltottam az olasz bankba 2000 forintot, és még pénzt kaptam érte. Még meg tudtunk belőle vacsorázni, nem tudom, de nem engedtek pénzt vinni magunkkal. Úgyhogy hát azért eltársak furcsán gondolták. Persze ők mentek külföldre, akkor vitték a végtelen bankkártyájukat, és akkor azzal mindent ettek, ittak, jól mulattak. De a szerencsétlen proletár elmehetett már, mondjuk elmentünk Olaszországba, milyen jó volt. Dére olaszul beszélhettem egy kicsit, milyen jó volt. Úgyhogy szerettem olaszul beszélni, és akkor olaszul beszéltem. Na de, hát ott is az volt, hogy leírtam, vagy lerajzoltam ezt a rajzot a naptár hátuljára, mert egy nagy fehér lap, egy ekkora nagy fehér lap, gyönyörű, kiszerkesztettem. Hát ekkora körzöm nem volt, nem tudom, hát ilyen elég gány kinézése volt neki, mert hát ilyen lécekből csináltam olyan hosszú körívet, meg ez a kínomba, hát nem tudtam másképp csinálni, de lerajzoltam, és ez volt az első téridő ábra, amit csináltam. Ez, pontosan ez már második, mert ez már nem a naptár hátuljáról való, ez már egy másik ábra, amit a Geosban rajzoltam le, de nagyon örültem neki, hogy sikerült megcsinálni. Hát ez már szerkesztett, tehát nem én ott rajzolgattam, hogy ilyen íve legyen, meg olyan, hanem azt én már szerkesztettem programból. És működött. És ez a lényeg, hogy a téridő egy ilyen nagyon bonyolult hullámrendszer, tehát már tömege van. Miért van a téridőnek tömege? Mert görbült teret kelt. Nem elgörbíti, hanem görbére csinálja. Nagy különbség, nagyon nagy különbség. Az eredmény ugyanaz, nagy átverés. Az eredmény tökre ugyanaz. Görbe a tér, érted? De hogy görbíted el a tér, a koordinátrendszert görbíted el? Igen, azt csinálják. Elkezdik elgörbíteni a koordinátrendszert, a csalások csalása. Tényleg. Ja, aztán ott is síkagyú, mert térve nem tudta még elrögörbíteni a hülye gyerek, és akkor elkezdett ilyen gumipelenkákba
hadoválni, hogy a tömeg is akkor a gumipelenkát kifeszítette, rátette egy nagy súlyos golyót, akkor az behúzta a közepét, látod, ez itt a tömeg, az a nap, ha meglökök egy golyót, akkor az így megy körülötte, látod, olyanok a bolygók. Még mindig ez az egyetemi tananyag, gyerekek. Ennél most azért már kicsit tovább kéne lépni. Tehát nem véletlenül lázadunk mi, az Egeli György vagy én, nem véletlenül lázadunk, meg az összes lázadó fizikus nem véletlenül lázad, mert látják, hogy úgy hülyeség, ahogy van. Ki kéne ebből most már lépni? Megvan a megoldás. Tehát nem az van, hogy hát azt majd 1000 év múlva talán valaki, mert ezt magyarázna, ilyen hülyeségeket magyarázna. Mondom, ne hülyeskedjél már 1000 év múlva, ott a megoldás, nézd meg. És amikor megvan a megoldás, akkor mindenki jön. Ha a téridőnek tömege van, akkor együtt tudja tartani a világot. Csak egy nagy probléma van, kifele sodorja, meg forgatja. Ugye ez a felület, ez mindig kifele sodor, sugárirányba, de forgatja is, mert van spirális, és nem gömb alakú. Ha gömb alakú hullámok lennének, akkor csak kifelé sodorná, ha spirális, akkor már forgatja is. És tényleg azt látjuk, hogy a galaxisok forgatja valamit, de mintha, és itt ez egy új komponens kell majd bevezetni, mintha van egy határ, aminél túl nem nőnek. A galaxisok. Van egy nagyon nagyra nő, de nem akár mekkorára. A csillagászati távcsővel látszanak. A galaxisok hatalmas, milliárd csillagból állnak, hatalmasak. Mondjuk az Andromeda galaxis, most esténként itt van, szabad szemmel nem nagyon látni, pedig ötször olyan nagy, mint a telihold. Mert az égen 2,5 fok. A hold az 1,5 fok, 0,31 körül van a 1,5 fok. A nap is 0,31 körül van, úgy nagyjából. De a galaxis, ez a nagy galaxis, ami közel van hozzánk, hát ez jó messzire van ide, 2 millió fényév, tehát nem kell izgulni, hogy holnap becsapódik, és végünk, és akkor. Szóval ezek ilyen bolond hisztériák, a tudatlanság hisztériái. Mert hogy ha fénysebességgel jönne, mennyi idő alatt érne ide? 2 millió év alatt. Akkor neked itt nem kell bekakilni ilyettedbe. Ha 2 millió év múlva lesz baj, addig van még időd gondolkodni, megoldani a problémát. Mondjuk olyan űrhajókat csinálni, ami itt vannak a galaxisok. Nézd meg, ez a LY az a fényév. Light year. Nézd meg, hogy nagyon sokféle galaxis látunk az égen, valamelyik nem is galaxis, de galaxisnak mondták, az a Messier, az a nagy galaxis felfedező volt, az M sorozatú galaxisokat, azt róla vannak elnevezve még mindig, az az NGC, az már a nagy galaxis katalógus, azért NGC, az a nagy galaxis katalógus, de a nagy galaxis katalógusban is csak valamikor valamennyi galaxis van, de aztán utána néztek, hogy ilyen mélyűri felvételeknél, hogy még ott, ahol azt mondták, hogy hát ott már nincs is semmi, de a mélyűri felvételen alatt kiderült, hogy milliószám ott is vannak galaxisok még, tehát a világegyetem nagy. Ha ilyen nagy maga a világegyetem, akkor az Isten 6 nap alatt teremtette a világot, az lehetetlen. Lehetetlen. Akkor ez nem igaz? Mert akkor ha lehetetlen, akkor már tudjuk, már az Isten nincs is, már értjük, már tudjuk. Nem, fiam, te még akkor sem tudtad eltalálni jól, mert hogy miről van szó? A földelemről van szó, és nem a föld golyóról, amint mászkálunk most, hanem a földelemről van, a neutronnak a teremtéséről van szó. És tényleg megtaláltam rá egyértelműen magának, az Istennek a leírását. Mert lediktálta, csak a sok hülye nem érti. Ő lediktálta, így keletkezik, így működik. Hát, ilyenek vannak benne, amitől nem sehogy se. A materialista menekül, mert ilyen van benne, hogy Jézus Krisztus, meg sátán, de hát az klerikális, fúj, menjünk innen, fúj. Aztán közben neki van igaza.
Csak hát ugye a materialista az harcosan elmenekül, anyázik, mindent csinál, leszól téged, de ő nem tudja megmagyarázni, hogy hogy működik, de nem úgy van. Hát mint a nők, teljesen. Tehát akkor nem tud rá válaszolni, és akkor elkezd veled harcolni. Ilyet én már láttam. Megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy te nő vagy? Úgy megsértődött, hogy kidobott. Mondom, akkor te nő vagy. Tényleg nem hülyeskedek, megvan az egész beszélgetés, meg tudom neked mutatni. Lementettem, ha nagyon durva. Mert hogy olyan, amikor nem tud válaszolni valamihez, akkor pufogni kezd, meg menekülni kezd. Meg kidob téged. Hát nincs, te nem vagy. Kész. Tehát nem próbál vitatkozni, mert nincsenek érvei, hát nem tudja, hogy hogy van. De neki akkor is igaza van, vagyis hogy kidob téged. Na, a lényeg az, hogy itt van a megoldás, lediktálta az Isten a mikrokozmoszt, és ha belenézel, akkor ez egy ilyen nagyon bolondos táblázat, ugye? Mert itt a tömeg keletkezéséről van szó, csak hogy azért kerül ez ide, ugye? Mert az anyagi részecske keletkezése. Ott van, hogy Ádám a paradicsomban Sátán Krisztus. Ádám a paradicsomban Sátán Krisztus. Az első oszlop csak ezzel van végig. Hányszor van benne ez? Hányszor van benne? Számold meg. Ádám a paradicsomban hányszor van? Hatszor. Aha. Az Isten a világot 6 nap alatt teremtette. Jó. Az a 6 nap az ott nekünk most passzol. Parancsolj. Tehát az emberek elfelejtik azt, hogy az a nap az nem földi nap. Hát az első nap milyen nap, amikor még nem volt föld? De abszolút még, ha időről beszélünk. Igen. Akkor sem beszélhetünk így földi időről, mert olyan időt kell venni, ami a Vénuszon is, a Marson egyében, akkor viszont nem a nap körül keringő bolygók alapján kell. Meg a föld tengelyforgási ideje. Igen? Ez egy marhaság. Viszont itt van egy ilyen, hogy egy ciklikus valami, ami visszatér 6-szor, mire kész lesz a részecske. És ha megszámolod, ugye, hogy 7 nap van a részecske, és ezek ilyen tulajdonságok. Hit, erő, trónus, tisztesség, szeretet, mit tudom, tele van ilyen tulajdonságokkal. És ebből áll a részecske. Van benne szeretet, meg tudom én, hit. Hisz egy részecske. Vagy hogy van ez? Persze ezért nem értették, ez 1620-ból származik, gyerekek. 1600. És közben 1620-ban lediktálta az Isten a tudás könyvét újra. De nem értettek belőle egy büdös kukot se, de nem csoda, a Bibliából se értenek egy kukot se. Tehát lediktálja ő a dolgokat, jól van leírva, de nem és nem. Az egyik ezért nem, a másik azért nem. Egyik se érti mindegyik utogat a másikra, mint a gyerekek. Be, a papámnak ebből 2 van. Szóval teljesen úgy viselkednek, mint az óvodisták. Egymást agyázzák, mutogatják, mondom, te figyelj, szedd már össze magad. Tehát ott az Ádám a paradicsomban, az jelenti, hogy az Ádám újra és újra visszakerül a paradicsomba, méghozzá 6-szor. Itt a listában látszik. 6-szor kerül vissza. Ez nincs a Bibliában leírva, persze, mert azt is egy kicsit úgy lefordították például. Aztán úgy korszerűsítik, Szent István társulat, korszerűsítik a Bibliát. Mi van a Biblia legesleg végén, az utolsó oldalon? Egy jótányit se változtas rajta, vagyis ez egy vesző. Egy vesszőt se változtatás rajta, azt a vulgáris hasonlatot szoktam mondani, amit az Arany Jánossal elkövettek, akkor a Tavaszi Szárnyalás című versét nyomtatták a nyomdászok, és az egyik ékezetet szándékosan lehagyták. És ettől kezdve persze, hát megváltozott az értelme. Tehát itt ez a lényeges elem, hogy ott van, nagyon, nagyon szépen világosan ott van, és itt a jobboldali sorban ilyenek vannak, hogy mennyei hús, meg ilyen érdekes módok a
földi hús a legutolsónál, az micsoda? Az disznóhús, emberhús, rovarhús, milyen hús? Az a fizikai megjelenés, igen. Ami olyan, mintha. Tudnék, az anyagi részecskék ugyancsak időből állnak, nincs bennük semmi más, csak idő. És az idő úgy veri át az emberiséget, ahogy csak akarja. Tudnék, az időből keletkezik, hogy keletkezik a megfoghatóság? Hát az is egy érdekes, időtükrök okozzák. De hogy működik akkor ebből a gravitáció? Hát a görbült hullámterek terjednek fénysebességgel, és áthelyezgetik egymás időforrásait, és úgy helyezgetik át egymás időforrásait, hogy vonzás, taszítás, forgatás, minden van benne. Nézem, hogy meg vagy feszítve ott hátul. Így állott a gerendál. Tehát... Szögeljük föl. Ez az. Akasszuk föl. Mint a, jó volt az... mi volt az... Valahol Európában aranyos volt, a kölyök mindig mondtak, hogy könyörgöm, akasszuk fel, igen, aranyos volt. Tehát itt szépen minden tulajdonságnak jelentősége van, hogy a feléig körülbelül megfejtettük ezt, aztán nem bírtam tovább, de ugye megvan fejtve a feléig, nekem nagyon ki van színezve ez a könyv, amiből ez való, mert ugye a feléig megfejtettük. A debreceniek nagyon dolgoztak benne. Ez a Böhme ég és földi misztériumról című könyvében van ez a táblázat, de le tudod tölteni a táblázatot, ez megvan. Megvan ez a táblázat, mikrokozmosz. Ha beírod azt, hogy mikrokozmosz, talán le is tudod tölteni. Ez egy elég nagy táblázat, és ez az elég nagy táblázatban le van írva a neutron belső keletkezési struktúrája. Hogy keletkezik a neutron? Na most erről halvány violaszín fogalma nincs a fizikusoknak. Azt hiszi, hogy bármekkora nyomásnak ki lehet tenni egy anyagi részecskét, az erős, az mindent kibír. Hát nem. Vedd észre, hogy csak 5 atmoszféra feszültség csökkenés, hirtelen feszültség csökkenés kavitációt okoz. De mi az, hogy kavitáció? Az azonos az annihilációval, de azt hiszik, hogy az annihiláció az tök más, mert ott antianyag van, miért itt nem? A kavitációnál is antianyag van, és ugyanolyan sugárzás, ugyanúgy keletkezik. Mérhető ez? Hát gyerekek, hát mérhető. A kavitációt csinálni egy ócska propellerrel is lehet. Hát nem kell hozzá, mit tudom, hogy milyen drága berendezés. Forgatsz egy vádoglemezt, aztán jó van. Hát mi ebben olyan drága elérhetetlen? Nem, lusta, már lusta kísérletezni. Tehát már csak egymást lesik, umtattáznak, egymást publikációt lesegetik, és akkor valami pici kis újat leír, de le 100 publikációt felsorol, honnan ollózott. És a 100-ból csinál egy 101-et, kicsit próbál hozzátenni valamit, azt jó van. Nagyon lassúvá vált a haladás. Hát régen ugye a tudósok azok kísérleteztek. Azok dolgoztak azon, hogy valamit felfedezzenek. Ugye még annak idején a Newton, aki egy nagyon menő volt, az Angol Király Akadémiának is volt az elnöke, ugye, kijelentette, hogy a rádióhullámok az semmire nem jó, akkor egy csomó ilyen maraságot mondott, hogy a röntgen sugárzását az semmire nem jó. Hát ahhoz képest elég nagy pályát futott be a rádiózás is, meg a röntgenezés is. Mit? Lord Kelvin, igen, hülyeséget mondtam. De a Newton is ilyen hülyeségeket beszélt. Ezek a igazi nagy tudósok, ezek nem jelenti, hogy nem csinált jót, de hogy nem. Hanem az untatták, isteníteni kezdték. És mindig így van. Tehát valahová föl akarják a csillagos égre rakni maguknak, mert ők azt nem tudnak semmit felfedezni, de hát ez ott van fönt, és akkor én azt mondom, és akkor én is okosnak látszom. Hát nem. Tehát a Lord Kelvin is maraságokat beszélt, na a Lord Kelvinről beszéltem, nem a Newtonról, de a Newton is, hát ugyanazt a tanszéket vezette a Newton, mint a Hawking, így van.
a Stephen Hawking, aki szintén egy nagy lázadó volt a maga módján, de az a nagyon érdekes, hogy a tanár, a docense vagy ki ott, aki vele dolgozott, vagy akinél vizsgázott, még nem is tudom, de barátja is volt, és azzal együtt is írta a könyvet, na az sokkal lázadóbb volt nála. Tehát az nagyon érdekes, hogy az öregebb volt a lázadóbb. Fölfedezett jó dolgokat a Hawking, a fekete lyukkal kapcsolatban nagyon sok mindent csinált, és nagyon jól levezették, hogy van a csillagnak egy olyan ága, ami összeomlik, és fekete lyuk lesz belőle. És amikor sok csillag összeomlik, mert bevonzák a környezetükben lévő többi csillagot, és akkor elkezdenek halmazatilag összeomlani, és ilyen milliónyi csillag van egy helyen. Abban hány szerám van? Az öregektől kérdezem, a fiatalok azt nem értik. Ez a kérdés, hogy melyik a helytartó? Melyik a helytartó? Ez milyen jó kifejezés? Melyik tartja a helyet? Ugye tegnap mondtuk, hogy keletkezik a hely, amikor a téridő keletkezik, a Szentlélek keletkezik, akkor ott a hely keletkezik. És a hely lehetővé teszi azt, hogy legyen benne anyag, meg fény, meg lélek. Addig nem, nincs. Nincs hely, nincs távolság, nincs semmi, nincs anyag, nem lehet. És itt van a lényeg, hogy nagyon sok csillag összeomolhat egymásba, zuhanhat, és itt tovább, és a mi galaxisunk közepén is zuhan össze az egész, majdnem azt mondtam, hogy zuhanik. Igen, mert tényleg olyan, az zuhanik az ikesége persze, mint a trafik. Az a dohánybolt az a múlt ideje, ugye, két tével. És ez majdnem olyan, mint a Marussiát elragoztam, ez, tegnap meséltem a hülyeséget, hogy elragoztam a Marussiát, mint Szávig igét. Tolmács az vonaglott a röhögéstől. Moszkvában ragoztam olyan éppen a Vörös téren, úgyhogy. Ilyen volt, kicsi az a tér, tehát nagynak látszik a nagylátószögű optikában, meg mindenben úgy néz ki, de odamész, hát ez az a nagy vörös tér. Ha voltál ott, ugye, bólogatnak, akik voltak. Ahhoz képest kicsi, nem nagyon kicsi, de annyi, ahhoz képest kicsi, amit beleláttattak velünk. Úgy egyébként a vörös csillag most is kim van a Kremlinnek a tornyának a tetején. Ugyanúgy megvan minden, megvan gyerekek, nem változott semmi, csak úgy néz ki, mintha. Tehát parancsolj. Nagyobb idősűrűségű közegben a távolságokat hogyan érzékeljük? Nagyobb idősségű közegben megváltozik a távolság. De hogyan, merre változik? Melyik irányba? Hát a tömegbe halad, a tömeg hullámaiba halad mondjuk a fény, akkor merre kanyarodik el? A tömeg felé. Ez már mutatja, melyik irányba. Mert a galaxis közelében sűrűbb a időközeg, a galaxistól távol ritkább. Ez azt jelenti, hogy a galaxis mellett elmegy a fény nyíl egyenesen, hát olyan, a fény az csak egyenesen terjed. Kivéve a Gyevi bírót, és nem magyarázták el nekem a fény elhajlást, meg a kétrés kísérletet, meg a, hát ilyen alap kísérleteket, amik már hát 150-200 éve kellett volna rá válaszolni, hát 150-200 éve nem válaszolnak rá. Bólogatnak, hümögnek, mosolyognak. Hát jó van. Ez nem megoldás. Ez a galaxisunk közepe, és a galaxis közepében van egy fekete lyuk. És van mellette ott egy ilyen fényes vonalot balkor, jobbról is. Látod azt a fényes vonalat? Az egy hátul lévő valaminek a fénye, aminek így el kellett volna menni, így szanaszét, sugár irányba, de visszakanyarodik. Mert hogy a tömeg vonzza a fényt. Hogy merészeli? Van a fénykvantumnak tömege? Az előbb mutattam nektek egy fénykvantumot. Ugye a téridő is egy fénykvantum. Az a Szentlélek a vallásokban. Az is tévedés, mert nem Szentlélek, hanem a Szent Szél. Tehát szent szellet, szent szél, nem szent lélek.
azt már félrefordították teljesen. Azért magyaráztam, hogy a Bibliát is korszerűsítik, félrefordítják. Gyerekek, mert a nép kezébe kellett adni az Isten szövegét. De hát előtte talán ki kellett volna csomagolni azt a zippet, édes gyönyörűségeim. Tudnék, ez egy térbeli mátrix a Biblia. Nem sík, térbeli szöveg. Térbeli. De a sorok között is kell olvasni, ugye? Mit csinálnak, a fehértségbe akar olvasni a két sor között? Hát ébredj már föl, hülye gyerek. Hát, mert ott akar olvasni, mert ott a sorok között. A szöveget ő érti, és akkor sorok között. Hát lefordították a Bibliát 100-nál több nyelvre, és ahány fordítás, annyi tévedés. Mert hogy mindig a fordító variál. Na de bocsika, egy hangot, egy betűt nem szabad, egy veszőt sem szabad benne megváltoztatni, mert ez egy térbeli kódolt szöveg, amit ki kell először csomagolni, meg kell fejteni a térbeli szöveget. Megvan a megfejtés, hogy kell megcsinálni. Tudjuk, tudjuk. Itt el is mondtam már máskor táborban, stb. Tudjuk a megfejtést. Mert a Biblia egy betűvel van leírva. Az egész Biblia egy betűvel van leírva, képzeld el. Csak az a betű térbeli, és annak a nézetei adják ki azt az ABC-t, az óhéber, pontozatlan óhéber ABC-t. Ez nagyon nem tetszik a nagyon magyaroknak, baromira nem tetszik, örjöngenek rá. Mondta, menj le aztán plébános úrtól kérdezd meg, mert nem, ez nem, és akkor harcolt vele. Mondta, jó, szaladj le a plébános úrtól, kérdezd már meg tőle. Jön vissza lelombozódva, plébános úr azt mondta, hogy neked van igazad. Mert hogy nem érti, de harcol. Ugye, ha egy térbeli betűvel van le, egy darab térbeli betűvel van leírva, bele van rakva egy térbeli mátrixba. A térbeli mátrix az a Sierpinski háromszögnek a térbeli változata. Abba bele van rakva a Biblia szövege, megfelelő módon azt hozzá kell tenni, hogy a megfelelő módon, utána azt elfordítod, kapsz megint egy értelmes szöveget. Megint elfordítod, megint kapsz egy értelmes szöveget. Így elfordítod, úgyis kapsz egy értelmes szöveget. Nem akármennyit fordíthatsz rajta, megvan neki élire lapjára, tehát megvan neki az algoritmus, hogy lehet elfordítani. De vagy 25-ször annyi lesz a szöveg ettől kezdve, ha megfelelő algoritmussal olvasod ki. Na ez az, amit nem fejtettek, meg alustája, hanem azt mondta, értjük, fű, és elkezdett össze-vissza hülyeséget csinálni. Tényleg az Isten igéjét az emberek kezébe kell adni. Most épp azt csináljuk. Ugye elmondtam neked, hogy a tudáskönyvét, ahol leadta, amit lenyúltak meg, van, de lenyúlták, ráültek, kotlanak rajta, mert a tudás hatalom. Kiterjesztette ezt olyan nagyon? Na mindegy. A tudás valóban hatalom. Persze, mert azt csinálok, amit akarok, te meg csak nézel, hogy ez minden varázslat. Persze, hogy a rádió szól. Próbálj csak egy ilyen telefont odaadni egy ilyen bantu négernek az őserdőbe valahol. Mit tudom. Próbálj neki odaadni. Ami még nem látott telefont életében, olyannak. Próbálj a kezébe adni. Aztán felhívott telefonon, elkezd csörögni a másik telefonról, felhívott, elkezd csörögni a kezébe. Úgy dobj el, hogy a Kínáig repül. Úgy dobj el ilyettébe. Hát nem lehet, hogy ez csörömpöl, meg beszél, na azt aztán véglem. A zenél, na ebben benne van az ördög. Nem így van? Hát dehogy nem. Most már, hogy mindenki úgy használja meg, próbáltál volna egy középkori embernek egy telefont, ilyen telefont a kezébe adni. Kép van rajta. Ja, még váltogatni is lehet. Ja, még beszélni is tud, még film is van. A film erről nem is tud, a film nem tudtak semmit. Csak 100 évvel ezelőtt, így van. Na itt a megfejtés, a Péter fölrakta. Még nem rakta föl, de most föl fogja rakni. Nézd csak oda. Az az egy betű ott balról, az a tetraéder, és ez amikor beletesszük a tetraéderbe azt a betűt. És ennek az elforgatásaiból, a szabályos elforgatásaiból jön ki a szöveg, egy térbeli szöveg, nem egy síkbeli szöveg, hanem térbeli, és attól kezdve mindjárt minden megváltozik. Miért van az, hogy a Tóra tekercsben van? Két ilyen sodrófára van föltekerve,
tekercsben van, de miért van tekercsben? Nem mindegy a sor hosszúsága. És ha 64 sorban rendezed, pont annyi dimenzió van, milyen érdekes, pont annyi almandin van a magyar koronán, stb. Szóval csak úgy, ezek mind olyan feleslegesek, ne is beszéljünk róla, meneküljünk gyorsan. Az közben ott van a megoldás az orra előtt, de ő nem a megoldást keresi, ő a hatalmat keresi. Semmi köze nincs a megoldáshoz, mert nem okos, sosem lesz az. Ő a hatalmat keresi, úgyhogy megszerzi ezt a stalast, és akkor avval próbál a hatalmat gyakorolni. Hát ezek általában mind bedőlnek. Az összes ilyen nagy gyarmatosító 100 év után bedőlt. 100-120 év alatt bedőltek. Az angolok, a spanyolok, a portugálok bedőlnek. Azt hitték, hogy örökké fog tartani az ő hatalmuk, de aztán bedőltek. Hát most megint próbálkoznak más módszerekkel, de ugyanúgy be fognak dőlni. Nincs mese. Mert hogy az Isten figyel. Ravasz, de nem rossz indulatú. Tehát itt van a megoldása a Bibliának, és ez az érdekes az egészben, hogy ott van előtted, látod, és nem tudsz vele mit kezdeni. Ez csak számítógéppen lehet megoldani, de arra gondoljál, hogy ilyen humánsüsű módon, ilyen kis kartonpapíruskákkal forgatgatod meg, rajzolgatod, hát az egy élet. És még az első 20 oldalig nem jutottál el. Nem jó. Már nem jó megoldás. De számítógéppen így megforgatom mi. Azt mondom neki, hogy mindet fordítsd el, ha megvan jól írva a program, mindet fordítsd el ennyivel. Stricc, elfordítja annyival. Olvasható? Olvasható. Ó, akkor megint ennyivel fordítsd el. Megint olvasható? Megvan a megoldás. Nem tudok óhéberül, megkérdezem, aki tud óhéberül. Ez itt értelmes szöveg? Igen, akkor jó. Akkor én figyelj csak egy kicsit, megint nyomok egyet. Ez is értelmes szöveg? Igen, akkor nekem megvan a megoldás, neki nincs. Mert nem érti, hogy én mit forgatok, miért csinálok, nem érti. Mert ő neki már megvan a fejében, hogy a Tórához nem szabad hozzányúlni, minden halál precízen meg kell őrizni, minden kis veszőt. Nincs is benne vesző, csak a jotta, ami ne, az csak a görögbe jotta, az igazából egy i. Igen, az egy i. Az a kis apostrof, az megvan az óhéberben is, az az egy magánhangzó van benne, az i. Ez a éliben ott van a tetején egy ilyen apostrof. Istenecske, vanocska, azt jelenti héberül. Ha de, hát ne vicceljél, az pont a teli találat, ugye? Ha az Isten a vanocska, akkor jó helyen vagyunk. Mert a létezést magát kellene nekünk definiálni, mert nem definiálta senki. Mindenki tudja, tegnap nem véletlenül kérdeztem, a 11 éves gyerek fel tudta sorolni, érted? A 11 éves gyerek tudta, hogy mi az ige. Itt volt, nem elő volt készítve, teljesen váratlanul kérdeztem tőle. És a gyerek tudta? Mert a harmadikos van, hány éve, ugye? És tudja. Hogy ezt mindenki tudja, te is tudod, mindenki tudja, hogy cselekvés, történés, létezés, kifejező szó három ideje van, múlt, jelen és jövő. Vagyis, hogy ő az idő. Ő maga az idő. Na, az már jó, és akkor annak a geometriáját, hogyha meg tudod csinálni, akkor meg tudtad a világegyetem működését fejteni. Jó, az jó. És azt csináljuk éppen. Most itt együtt azt csináljuk. Itt van előtted a megoldás, és ez a lényeg, hogy megvan a megoldás, tudjuk a megoldást. Az, amikor betettük azt a bőmét, és elmondtuk, ugye, az látszólag értelmetlen, hát az, mi abban az értelem, hogy Ádám a paradicsomban, meg Jászáltál, meg Krisztus, ez valami vallási marhaság. Ez maga a neutron keletkezése és struktúrája. Azt a képet kellene felrakni, ahol az Ádám... Ez a Sierpinski háromszög, amiről beszéltem, ez a térbeli Sierpinski, ezt azért tegyük majd bele a dologban. Tehát a lényeg, és közötte oktaiderek vannak, majd vedd észre. Tehát a tetraiderek egy oktaidert vágnak ki a térből együtt. Látod benne az oktaidert? Nem? Van benne, bizony. És van egy... Az a festett.
Az a festett, az a Bibliának a festett könyvoldala, így van. Megtaláltam, az eredeti Biblia képes volt. Aztán szóval lesimliskedték belőle a képeket. Hát az bonyolult, az nem kell meg, mert ilyen itt van. Ez az eredeti Bibliából származik, és mi van rajta? Ádám. Van rajta egy ilyen pöcsetlen Ádám, ott ül egy ilyen óriás kígyószerű őrületen, ez ilyen, nem tudni, hogy ez micsoda. A feje kígyó, ott van egy ilyen szakállas kígyó, és ahogy kanyarodik, az első érdekes elágazás ott fölül van, ott elkezd egy visszafele csavarodó valami keletkezni, látod ott a bal felső sarokba azt? Az egyik erre forog, a másik arra forog. Az a visszafele kanyarodó, az a fölfele néző pofa, az az Éva. Miből keletkezik? Ádám oldalbordájából. Ez az oldalborda, érted? De semmilyen, nem ilyen bordára kell gondolni. Hát minek tudja elmondani? Hát az valami olyan oldalborda, hát nem tudja elmondani. Hát minek tudja elmondani? Látta valaki ezt, az Ádám, mert az Ádám keletkezik, de itt az oldalbordájánál együtt keletkezik vele egy Éva is. Az Ádámból keletkezik. Az a balost. Vedd észre, hogy jobbos, az Ádám jobbos, az Éva meg balos. Gyerekek, elkezdtem kiszerkeszteni ezt a dolgot, matematikailag, és pont ott ágazott el először nekem, ahol az Éva elágazás van ezen a rajzon. Így egymásra lehetett tenni a kettőt. Mondom, akkor jó van, akkor benne vagyunk a megfejtésben. Tehát ez benne az érdekes, hogy már tudjuk. Tehát ott tartottunk ugye, hogy a téridőnek tömege van, a téridőbe keletkező fénynek tömege van, az anyagrészecskékben is kanyarodó tűzelemek vannak, annak is teljesen világos módon tömege van, és ez a kiáradás, ez a tömeg, ez a végtelenségig terjed. Tehát nagyon messzire. Talán nem a végtelenig, de nagyon messzire terjed el. Ez egy hullámtér, ami őrült, bonyolult hullámtér. Tehát nem egy ilyen egyszerű színusz hullámmal leírható együgyűség, hanem egy rettentően komplex valami. Hát gondolj bele, hogy egy ilyen, egy darab hidrogénatomban 740 ezer forrás katyvazol. Egy darab hidrogénatomban. De képzeld el, hogy benned milyen bonyolult atomok vannak, és az milyen hullámteret csinál. Egy rettentő bonyolult hullámteret csinál. És ez a rettentően bonyolult hullámtér, ez definiál egy alakot, aki te vagy. A lelked vetít egy ilyen képet, amiben te belenősz, abba a képben nősz bele. És onnan tudja a sejtet, hogy osztodni kell, vagy mit kell csinálni, onnan tudja a sejtet, hogy egy tanácsadó térben van. Most ennek rettentő sok vonzata van, tehát nem véletlen, hogy a gyerekek az anyjukra vagy az apjukra téve megnyugszanak. Ha egyik sincs, akkor egy felnőtt ember terébe teszed bele, ugye, mert egy nagymama tere is ugyanolyan, vagy nem rokon tere is jó hozzá, ha szeretettel van a gyerek iránt, a kisgyerek sír, mert tanácsadó térre van szüksége. Tehát a fejlődéséhez kell egy tanácsadó tér, de te mindig elteszed magadtól a jó messzire, a kiságyába, akkor nincs tanácsadó tér. Vedd észre, hogy a gyerekek nagyon hullottak a vasdobozokba, egy időben kitalálták, hogy ilyen vasdobozokat hegesztettek össze, és akkor abba betették a gyereket, azt fűtötték, mindent csináltak vele, amit el tudsz képzelni. Persze a vasdoboz hullámtere nem nagyon jó a gyereknek tanácsadó térnek. A vasnak nagyon más a hullámtere, mint egy anyának. Az inkubátorokra gondolok, hogy úgy szar, ahogy van. Tehát egy anya inkubátor módszert kellene kidolgozni, ez azt jelenti, hogy egy ilyen, ahogy a fia hordóba itt hordozzák a kicsiket, itt is látod. Így a nyakával föl van kötve, benne van az anyjának vagy az apjának a tanácsadó terébe, és a gyerek boldog és nyugodt. De nem szipulyozza meg, milyen hülyeségeket talál ki, hanem arról van szó, hogy a gyerek még fejlődik, és még kevés volt neki a fejlődéséhez az eddigi pociba eltöltött idő, hanem azt valahogy még kicsit ki kéne egészíteni. És akkor ezért, ha testére teszi az édesanyja, akkor az a tanácsadó tér megvan,
és akkor a gyerek életben marad. Ez csak ez a lényeg. És várjatok, kipróbálták szülészeten az én ötletemet. Publikálni nem merté, de kipróbálták. Ismerem azt a szülészfőorvost, aki kipróbálta. És tudod, mi történt? Fele annyi gyerek halt meg, mint az inkubátorban. Tehát, az, hogy hordozza az édesanyja, ez áldozat természetesen. Ez áldozat, pláne aki még nem is akar gyereket, meg mit, szóval, hogy mondjam, úgy föl vannak kuszítva, a nők rettentően föl vannak kuszítva, neked jár, hogy license to kill. Ez a jogosítvány az ölésre. Hogy nők föl vannak jogosítva. Igen, tényleg? Tényleg, tényleg? És az Isten mit fog ezt szólni, komán? Érted, mi a baj? Hát az a baj, hogy mert ő jogosítványt akar az ölésre. License to kill. Itt van, ebben az egyszerű módban lát Isten teremtése, ott van a legalján, és ez latinul van, és ez a lényeg, hogy ezt így teremtette az Isten az anyagot. 6 nap alatt teremtette meg, persze nem 6 ilyen földforgásra van szó, hanem másról van szó. 6 ciklusról van szó, hogy 6-szor visszamegy az elejére, és újrakezdés. Tényleg az volt, hogy megint Ádám a paradicsomban. Tehát visszamegy a ciklus elejére. És egy, már akkor egy másmilyen rendszert fejleszt. Aztán megint másmilyen, és a végére kész van a részecske. A hidrogénatom egyébként. Mert a neutron meg a hidrogénatom az egy és ugyanaz. Annyira ugyanaz, hogy egymásba alakíthatók. Tehát a hidrogénből lehet neutron csinálni, a neutronból lehet hidrogén. Van ilyen az atomfizikában, nagyon hallgatnak róla, de van ilyen. Hogy ott keletkezik még egy neutrino. Na de hát a neutron keletkezések közben folyamatosan keletkezik neutrino. A neutron kelt neutrinókat állandóan. Jó, de hát akkor a tömeg, és akkor mi lesz? És akkor a tömeggel mi lesz? Hát mi lesz? Ugye, mert hogy ott is az van, hogy mi az a neutrino? Hát az egy kis neutron. Ugye, azért neutrino, az a, ino, az olyan, mint a bambino az olaszban, aki, a bambino az a kis gyerekecske. Gyerekecske, azt jelenti. Bambino. És itt lehet látni, itt vannak még ilyen érdekes mellékszörnyek is. Ott oldalt van még ilyen balos rendszer, azoknak is neve van. Tehát azoknak a balos rendszereknek külön neve van, mert az Ádámnak az első felesége egy kígyó volt, aki ragyogó fiakat meg lányokat szült neki még, tehát még az Ádám még sehol nem volt kiesterv se, persze, mert ezek azok a mellékágak, amik ott balra kanyarodnak, látod? Tehát több ilyen van ott, tehát nők is keletkeznek, meg férfiak is, de hát ez itt nem biológiai pöcse van férfi, ezért nincs is pöcse itt az Ádámnak, ha megnézed, az csak ott ül azon a kígyón, azt olyan nemtelen. Az Évának sincsen semmi cicie, mert ott csak egy fejet ábrázolnak fölfelé nézve, de a lényeg akkor is, hogy megvan a függvény. Képzeljétek el, hogy megtaláltam a függvényt. Ez a függvény az anyag keletkezésének a függvénye. Az buli, ez buli, nagyon buli, mert benne volt a Bibliában. Most akkor a Biblia az egy fizika könyv? Bizony, biológia, fizika, stb. Csak miután nem értették, elkezdtek harcolni, mert érteni nem értették, mert kevesek voltak hozzá, de minden áron harcolni kell valahogy, valamiért ellen, inkább nem valamiért, hanem valami ellen. Tehát itt van a lényeg. Van-e kérdésetek? Parancsolj! Én nem kérdem, szeretnék mondani, hogy úgy hallottam, hogy a bambinókra és még a nagyobb bambinókra is kb. 10 éves korig hat az anyahullám tere, ha a gyerek rá van szorulva. Mondok valamit, örökre hat rá. De úgy, hogy nem 10 éves koráig, mert az anyahullám tere, ha nem halt meg az anyja, akkor az anyahullám tere már 40, 70 éves, 80 éves, 90 éves az anyja, még kelti a hullámteret, ezért nagy a nagymama. Igen, oké, de
tudja, gyerekeknél megfigyelték, hogy 10 éves korig nagyon domináns az anya hullámtere. Hát persze. Egészségügyi szempontból csak is. És de az apai is. Hozzá kell tenni, hogy az apa hullámtere is nagy. És most egy nagyon édes kis ilyen mémet láttam fönt, valaki föltette, egy nő tette föl, hogy anyák napja nincs apák nélkül. Nincs. Egyszerűen nincs. A apák nélkül nincs anyák napja. Hiába szépelegsz, meg fested magad, nincs. Apák nélkül nincs. Már annyira a feminista bolondságok kezdtek el terjedni, hogy a férfiak azok mind ilyen gyalázatos szemétládák kapcsolják. Na most bocsánatot kérek. Azért úszították, hogy ne szaporodjál. Ugye azért kezdték el ezt a végtelen nagy úszítást csinálni, hogy megöletheted még a 9 hónapos csecsemőt is, mondván, hogy hát, az nem is gyerek még, megöletheted. Vannak olyan államok, hogy ilyen törvényeken gondolkoztak. A nők bármikor eldönthetik, hogy ők akarnak anyák lenni, vagy nem. Tényleg? De neked jogosítványod van a gyilkosságra? Bírói papírod van róla? Tényleg? Erről szólt a kínai egykézés. Erről szólt a kínai is, meg a magyar egykézés is erről szólt, csak itt legfeljebb nem annyira ölték meg. Már legalább 10 millió magyarral több lenne, ha a nőket nem úszították volna, és ész nélküli nagy handabandával úszították a nőket, hogy ilyen jogod van, olyan jogod van, majd te megmutatod, és jó, megmutatta. Ja, hogy ki hal az ország, ki a francot érdekel, az volt a mi célunk. Az volt a célunk, hogy ki, jó, az nagyon jó, a fogytok, az kiváló, az nagyon jó. Hát, hogy majd megmagyarázzuk, majd kitaláljuk. Hát nem lesz ez egy jó parancsolj. Hát kérdezem meg, akkor az egy reális tér, hogyha történetesen Franciába, amikor között alszik a csöcsendő. Egész kicsinek igen, de nagyon veszélyes sport, hozzá kell tenni. De ráfekszik az anyuka, nincs nagy ösztön benne, hanem ilyen ösztöntelen anyu vagy apu. Apu is lehet ösztöntelen, meg az anyu is. Ráfekszik a gyerekre, kinyomja belit, azt meghal. Ilyen van, ez a veszély fönnáll. De maguk mellett tartják, az nagyon jó. Az első időkben különösen. Ott is szokták tartani, mert hogy cicizni kell a gyereknek sűrűn, és akkor ott is szokták tartani. Ráteszi a mama a cicire, gyerek lenyugszik, visszateszi maga mellé. Hát de olyan úgy kell megoldani, hogy ne tudjon ráfeküdni, ez nagyon lényeges. Mert abból nagyon sok baleset volt, hogy az anyuka vagy az apuka ráfeküdt. Mert hát igen, nagyon alszik, nagyon ego, ilyen van. Arancsolj! Szeretném kérdezni, Zöri bácsi, hogy ahogy mondtad, a Biblia vagy a Tóra is, hogy egy ilyen érdetlen precizitással íródott. Hova datálható ennek a keletkezés? Ez 10 000, 100 000 év, tehát ez nem most. Ezek a szövegek 100 000 évesek. Az, hogy a Mózesnek mikor adták le az 5 könyvet, az egy dolog. De ez nem azt jelenti, hogy akkor született meg, hanem akkor Óhéberbe adták le úgy, hogy térbeli mátrizba adták le. Most gyerekek, hát 25-ször akkor a könyvet jelent, mint a Tóra. 25-ször annyi szöveget jelent. Tehát ezeknek mind nagy jelentősége van. És ezt már nem veszik figyelembe. Tudják egyébként, az igazi jó rabbik azok tudják, hogy nekem igazam van. Hát aki ilyen tanulatlan, az mindent gondol, de aki tényleg tanult és odafigyelt, hát a Newton, hát mit gondolsz a Newton, mivel volt elfoglalva? A nagy materialista szent. A Newton, az egy nagy materialista szent. Úgy beszélnek róla, mint a Szent Józsefről. Az közben nagyon érdekes, mert a padláson ilyen nagy szögletes ruhás kosarak tele vannak a kísérleteivel, megpróbálta megfejteni a Biblia szövegét. Rájött, hogy térbeli, és megpróbálta valahogy megfejteni. Ugye csak humán módon próbálja megfejteni, cédulákkal, kartonocskákkal, mi egyebekkel, és hát az nagyon lassú, az egy élet is kevés. És nem volt olyan beavatott, akivel együtt dolgozzon. Ne, egyszerűen nem volt. De amikor írták, akkor is ilyen. Amikor írták, még értették, akkor még értették, később ez elfelejtődik. Amikor írták, értették még. Ugyanezért jött neki a hold a Földnek. Mert amikor építették a piramisokat eredetileg azért, hogy eltereljék a Föld pályáját,
a föld pályáját terelték el gyerekek. Hol van az, ahol, ahhoz képest, hogy a tarpat, a kifut, azt nem tudjuk megállítani. Érted? Vagy mit tudom? Ne, nem, hát ez egy vicc. És tényleg, és az a lényeg, hogy a földnek a keringés idejét megváltoztatták 15 nappal. Azok a tárkánynapok, úgy, ahogy tetszik mondani. Így van. 15 nappal azért kellettek a tárkánynapok, mert akkor változtatták meg, tehát a tárkánynapokról való tudás, az több ezer évvel előbb volt már. Hát ugye az írásbeliségünk, ugye mikor az Agava fősámánunk idő előtt 4040-ben, azért az 6060 valahány év, ugye? Idő előtt 4040-ben változtatta, egyszerűsítette a rovásírásunkat. Mert túl sok új rovásjelünk volt, mint a kínaiaknak, vagy az egyiptomiaknak, és az akkor, amikor visszaköltöztek ide a földre, vagy beköltöztek ide a földre, mert gyakorlatilag mindenki úgy költözött ide a földre, akkor kiderült, hogy bizonyos ideköltöző fajok rohamosan felejtenek. Mert a földnek az átlag fajsúlya 5,5. A Marsé csak 3,5. Tehát a földnek nagyon nagy a összfajsúlya. Tehát tele van vassal, meg nikkellel, meg szóval nehéz a föld. És ez sok gravitációs hullámot kelt, és a nagyon intenzív gravitációs hullámokat kelt. Jó a tömegvonzás, ugye 1G a tömegvonzás, de a Marson sokkal könnyebb, vagy fele ekkora. Akkor át tudsz ugrani a Marson, hogy csuda. Komolyan. A lényeg, hogy a tömegvonzást ugye nagyon, nagyon számolták, gondolták, de nem gondolták arra, hogy a gravitációs hullámok nem csak a tömegvonzást okozzák, hanem információs hullámok is egyúttal. Tehát a gravitációs hullámokban a tudás is terjed, Tehát a nagymama hullámtere, az már mit tudom én, hogyha 70 éves, akkor 140 fényév átmérőjű hullámteret generált már a nagymama. Ahogy terjed a létének a hullámai, meg a plusz 9 hónap, ugye? Tehát a nagymama ezért nagy. Sokkal nagyobb, mint az unoka. És nem az okosságról van szó, meg az akármiről, hanem csak egyszerűen a létről. És ezt nem lehet azt mondani, hogy nem úgy van, de az úgy van, hidd el nekem. Tehát, hogyha valami létezni kezd, egy struktúra létezni kezd. A nagymama anyaga már létezett millió évekkel előbb is. De az anyaga, ami benne van, az összeállt nagymamává, és a nagymama attól kezdve a nagymamasságát sugározza szét. A gyerek a gyerekségét, a nagymama a nagymamasságát sugározza szét. És ha benne van a gyerek az aurádba, a rendszeredbe, akkor a gyereket te azzal segíted. Tehát ha magadhoz az öleled egy kicsit, megsimogatod, megszeretgeted, azt a gyerek érzi, hogy az nagyon jó. Nem fizikailag magyarázza meg, csak egyszerűen baromi jó neki, jó érzés neki, hogy ott vagyok. Hozzábúj nagymamához, és általában a nagypapához is, nagymamához is. Nagyon jó. Anyukához, apukához is hozzábújni nagyon jó. És hogyha ezt elveszed tőle, akkor nem vagy jó szülő. Nem szabad elvenni tőle, hagyni kell néha odabújni, kicsit megsimogatni, megdicsérni. Nem csak mindig letolni a gyereket, hogy mit rontott el, hanem néha meg is kell dicsérni, hogy mégis neved ki az összes lelkesedés belőle, mert kiveszed ám belőle azzal, hogy te mindig csak a negatívumokat mondogatod. Van ilyen. Láttam, ezer ilyet láttam. És foglalkozni kell vele, és amit mondogattunk itt már, hogy jó tanárnak kell lenni, ha tanár vagy, jó tanárnak kell lenni. Akkor szeretnek téged. Tehát elkezdte az időszerkezettant a kedves barátom tanítani a Műszaki Egyetemen, és még a szomszéd egyetemekről is átjöttek hallgatni az előadást. Minden héten. Csütörtökön leadtam én az anyagot, pénteken meg ő adta le az anyagot a Műszaki Egyetemen, ugyanazokkal a fóliákkal, ugyanaz, beült az előadásomra, meghallgatta, megkapta a fóliákat, nem kellett neki rajzolgatni, meg minden, és a könyvtárban előadta, és tele volt, zsúfolásig tele volt a könyvtár. Jöttek a fiatalok, mert érezték azt, hogy igen, a tudás erre van, nem arra, amit nekünk magyaráznak, erre van a tudás.
És ezt megérzik a fiatalok, és nagyon szerették, mindjárt meg is választották a legjobb tanárnak, aztán ebből botrány lett. Persze, mert az összes többit meg kiveri az irítség. Hát hogyne? Hogy nem őt választották legszebbnek, legjobbnak, legnagyobbnak. Hát ha nem ő az, akkor nem ő az. Tehát foglalkozott a diákokkal. Tehát csináltam olyat, hogy behívott az igazgatónő, hogy már nem tud beküldeni az osztályba a szomszéd, ott könyököltem az ablakba, behívott, és bementem, és tartottam az órát, a minden órát, orosz órát, történelem, földrajzolát, mindent megtartottam, mit tanultatok, ennyi volt. Mi volt az utolsó? Jó, ennyi volt ami az felkészülésem, hogy egyáltalán hol tartanak. És attól kezdve nyomtam a szöveget, gyerekek, a legelején az egyik gyerek csörfözött ott össze-vissza hadová, oda dobtam neki a kocsomat a padjára, akkorát szólt, mint egy bomba, és utána oda sétáltam a furmér padon, nagyon-nagyon szólt, csak oda sétálgattam a kocsomomért, és nem kellett fegyelmezni a gyerekeket. Azt az osztályt semmelyik tanár nem tudta elcsendesíteni. Én elcsendesítettem. Egy kulcsomó. Jókor, jó helyen, jó vicces marhassággal, de elcsendesítettem. Mert a gyerek meg szétrúgta a padot ilyettébe, éppen hátrafele nézett, akkorát szólt belette a kulcsomó, mint egy bomba, és mindjárt odafigyeltek a gyerekek, és nem akartak kulcsomót. Ennyi. És minden órát megtartottam. Oroszul is. Hát szégyeltem volna már, gimnáziumban is tanultam oroszul, általánosban is tanultam oroszul, hogy nem tudok elolvasni egy általános iskolás orosztan anyagot, nem tudok elmondani oroszul. Hát szégyeltem volna magam. Ennyi. Hát ilyen. Nyemdosko gavarjú. Na, van-e még valami kérdésetek? Mondjad. Akkor elméletileg egy fekete lyuk, hogyha elér egy bizonyos határt, akkor belülről kezd kifele összeomlani? Belülről kezd összeomlani, nagyon igazad van. Egy üreg kezd benne keletkezni. Ott már olyan nagyon nagy a nyomás a belsejébe, hogy az anyagi részecskék megszűnnek. Egyszerűen megszűnik. Nem véletlenül mondtam az 5 atmoszféra ugrást a kavitációnál, tehát az semmi, az túró. A slagból, ahogy jön ki a víz, ott is lehet 5 atmoszféra. Azért szokott durogni, mert kavitál. És hogyha 5 atmoszféra ugrásra az anyag megszűnik létezni, érted? Hirtelen lecsökken 5 atmoszférával a nyomás, és az anyag eltűnik a létezésből. Akkor az az anyag nem olyan anyag megmaradás elve, ez egy hülyeség. Hát eltűnik az anyag a létezésből. Mondják, hogy energiával alakul. Nem alakul az energiával. Az energia, a fény, kétféle formája, az egy teljesen másik létezési struktúra. Tehát a fény, maga az energia, az egy külön valami. Külön is használják az anyag meg az energia, külön magyaráznak róla, tehát a fény az mindig is egy külön struktúra. Tehát edurral az anyagi részecske a fekete lyuk közepébe, mert nem tudja lejárni a táncát, amit neki le kéne járni, a keletkezési táncát, mert olyan nagy a nyomás, mert annyira össze van nyomva, hogy nem tudja ezt eljárni, akkor egyszerűen puk, eltűnik a létezésből. Hova lesz a tömege? Megszűnik. Megszűnik, mert ő keltette a tömeget, de hát ha ő nem tudja eljárni a táncát, akkor nem tudja a tömegét kelteni. Parancsolj. Akkor lokálisan, ahol ilyen nagy az időségűség a fekete lyukban, hogy nem tudja eljárni a táncát a... Igen. Térforrás önmagának. Ott le kéne csökkenni a fekete lyuk tömegének. Azt is csinálja. Tehát nem tud akármedig. Behatárolódik egy értéknél, behatárolódik. Lehet, hogy potyognak bele a csillagok, és itt van a fekete lyuk zaja. A zajnak a struktúráiból következtetni lehet a fekete lyuk mennyiségére, tömegére, mindenre. Én ezzel kezdtem foglalkozni, hát nem most, hanem hát 40 évvel ezelőtt. Úgyhogy, gyerekek, olyan marhaságból csináltam gravitációs távcsövet, hogy mindenki azt mondta, hát nem lehet, de igen, megmutattam neki. Mivel lehet még? Hát mondom, mivel lehet? Gyufaszállal. Szóval ilyen marhaságokat mondtam, és igen. Mert mit csinál a gravitációs hullám? Miközben átmegy az anyagon, mindegy, hogy milyen anyag.
Hát a hullámok, hogy terjednek rajta, rezgetik, ahogy mennek át rajta. De innen is érkezik, onnan is érkezik, ez egy zaj. Egy zaj, ami nem egészen értelmetlen zaj, mert benne van a te gondolatod? Benne. Az övé is benne van, övé is benne van. Tehát benne vannak a teremtő gondolatok, vagy a pusztító gondolatok, minden benne van. A tudás benne van. Mert az, ahogy te gondolkodol a tudásról, az benne van. És ez a hullámtér, ez még információs tér is. Ez az éter. Ez a világéter. Nem amiket összeadoválnak. Ez a világéter. Ez egy hullámtér, amiben nem csak a tömegvonzás jelenik meg, hanem megjelenik benne egyértelműen az gondolat is. Akkor ebből lehet tanulni? Hát persze. Lehet itt rádiót hallgatni? Érted? Látod? Ha nem látod a rádióhullámokat, vagy tévé adást nem látod, de a rádióhullámok itt is vannak, és mi kell akkor a fekete lyuk érzékeléséhez? Na nézzük csak! Tehát egy tekercsben keletkezik gravitációs hullámkomponens? Igen. Egy kondenzátorban? Abba is. És egy piezóban? Mindenben keletkezik, igen, mindenben. A piezót azért mondtam, mert arra az azért jó, mert az a mechanikus inzultálásra rögtön elektromos jelet kelt. De nagy jelet kelt, azért ha dohányzó, van piezós öngyújtód, vagy nem dohányzó, de van ilyen piezós öngyújtód, akkor a piezós öngyújtó, amikor lenyomod, akkor egy nagyot kattan, és sziklázik belül, az úgy gyújtja meg a gázt, ami benne van, hogy a piezóra rácsap egyet, egy ilyen rugóval, és ahogy rácsap, abban a pillanatban egy 10 000 voltos sziklát csinál. Tehát szemmel látható a szikla, meg lehet nézni. Na ne így nézd meg, mert akkor kiégeted a szemedet, de így meg lehet, bele lehet kukucskálni, meg lehet nézni. Bizony. Tehát a legkisebb, ez mekkora mechanikus elmozdulás, hogy ahogy ráüt egyet, mekkora? Mikronnál is kisebb. Na most a gravitációs hullámok mit csinálnak a piezóval? Ugyanazzal a öngyújtóval lévő szar piezóval mit csinálnak? Ugyanazt, csak kisebb jelet, nem nagyon kis jelet jelent ám, mert én amikor megcsináltam az első ilyen gravitációs érzékelőt, akkor az 400 millivoltos jelet adott. 400 millivolt, az fél volt majdnem, gyerekek, az bazi nagy jel. Ez a mikrofon, ez mikrovoltokat csinál. 0,2 millivoltot. Vagy 0,2 millivoltot, érted? És ez bazi nagy jel. Fél voltos jel, az nagyon nagy jel. És igen, a gravitációs hullám kísérleteimben mindjárt azzal kezdődött, hogy a galaxis közepén a Kronoszt megláttam. Aztán később tudtam meg róla, hogy az a Kronosz, a Földön kívüliek is úgy hívják, hogy Kronosz, az a galaxis közepe, és az az idő istene a görögöknél. Értitek? Honnan a büdös francból tudták? Érted, ez a kérdés? Hogy megeszi a gyermekeit. Beszívja a csillagokat, meg a bolygókat körülötte, persze. Megeszi a gyermekeit, a gonosz. A humánok könyvelába szemmel hallgatják a történetet. Az közben nem arról van szó, csak arról van szó, hogy a fekete lyuk bevonza a csillagokat maga körül, és megeszi a csillagokat, a saját gyermekeit. Na, hát édeseim, mikor leszünk legközelebb? Nekem még volna egy gyors kérdés. Na, gyors kérdés. A fekete lyuk létezik, fehér lyuk. Valószínűleg az is létezik. Ez egy ilyen dimenzió átfolyás, vagy mi a fenének nevezzem. Majd beszélünk róla a következő alkalommal, ahogy leszünk, mikor holnap, halnap. Завтра будет рибний день. Holnap, halnap lesz. Na, hát akkor holnap beszélünk róla. Köszönöm szépen a figyelmeteket.